minket önök a Bonyhádi Naplót látják, mutatom, mit kínálok a mai műsorban. A 20. alkalommal rendezték meg a Halmos Béla országos népzenei találkozót Bonyhádon. Az esemény, amely 2 évente kerül megrendezésre, már 40 éves múltra tekint vissza a völgységi településen. Az idén rekordszámú fellépő jelentkezett a programra. Idén is Bonyhádon tartották a Halmos Béla országos népzenei találkozót. A rendezvény első és második napján versenyműsor keretében mutatkoztak be a népdalosok, népzenészek. Őket neves zsűri értékelte. Köztük volt Juhász Katalin néprajzkutató, Vizeli Balázs, a Vizeli Trió prímása, Mohácsi Albert, bonyhádi származású népzenész, és Eredics Gábor, Kossuth Díjas népzenész. Az eseményt, ami 4 évtizedes múltra tekint vissza, 2 évente rendezik a Tolna vármegyei településen. A találkozó az alapfokú, középfokú és felsőfokú népzene oktatásának is a szemléje, mondta Eredics Gábor. Én emlékszem, hogy nagyon komoly előadók itt tűntek fel először. Itt ismertünk meg néhány nagy zenészt, olyanokat is, akik aztán később, amikor például a népzenei tanszék létrejött, a népzene tanszék a Zeneakadémián, itt fellépő fiataloknak érdemes volt már kihirdetni, hogy olyan szintű, olyan kapcsolatban vannak már a népzenével, hogy az egyetemi tanulmányok is reálisak számukra. Hát most idén mi történt? Nagyon sok jelentkező volt. A szervezők gondolkoztak is azon, hogy vajon ez a 2 nap elég lesz-e ez. Mindez mit jelent? Azt jelenti, hogy jó, a terepen nagyon jó munka folyik, tehát az iskolákban magas szinten oktatják a népzenét. A találkozó egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a fellépők megfigyelhetik egymás produkcióit, így tanulhatnak, és fejleszthetik magukat. Az esemény nagy tapasztalatot tud adni a tanároknak, diákoknak és a szülőknek is. Az a jó itt, hogy a nézénekesek és a hangszeresek nincsenek külön választva. Sőt, a korosztályok sincsenek. Tehát egy egészen fiatal, talán 1 évet tanuló gyermek is meg tud mutatkozni, egy ifjú, és akár egy felnőtt is. És itt is, ma is ezt láthattuk. És nagyon különleges hangszerek is meg tudnak jelenni. Ugye a mai napon a népdalénekesek, a csoportos népdaléneklést felmutató nagyszerű csoportok mellett kamara produkciókat is láthatunk. Tehát nem csak a szólisták és a csoportos éneklésnek van terepe, hanem ének és hangszer. Bonyhád polgármesterét, Filoné Ferenci Baját nagy büszkeséggel töltötte el a jubileumi alkalom megrendezése. Én fogalmaztam az előbb a köszöntőmben, hogy nincsenek véletlenek, hiszen ennek a kultúrháznak az elődjeben dolgozott népművelőként az a Szabó László, akinek egy ötletéből valósult meg, bár ő akkor nem csak népművelő volt már, hanem népzenész is, és a mai jelenlegi művelődési központunk igazgatója Juhász Józsa pedig, aki hosszú évek óta szervezi ezeket a találkozókat. Sőt, tudom ezt még fokozni, hiszen a kiváló zsűri egyik tagja, Mohácsi Bertalan pedig a Dűvő Zenekarnak az egyik zenésze, nagybőgőse, szintén ennek a Szélkerék Együttesnek volt valamikor a tagja. Szóval én azt vallom, hogy nincsenek véletlenek, mindig minden sikeres rendezvény és egy hagyomány általában az én tapasztalatom szerint egy jó ötletből indul ki. Büszke vagyok arra, hogy az intézményünk nem csak ugye házigazdája ennek az eseménynek, hanem a szervezője is. A rendezvény eredményhirdetéssel zárult. Pályaválasztási bőrzét tartottak a Széchenyi István általános iskolában, ahol a diákok részletes tájékoztatást kaptak a középiskolák széles választékáról. Az eseményre mintegy 17 intézményből érkeztek tanulók. Mozgalmas időszak az ősz a 8. osztályos általános iskolások számára, ugyanis sokan ezekben a hónapokban döntik el, jövőre hol kezdjék meg a középiskolai tanulmányaikat.
Iskolánkban már évtizedes hagyomány, hogy megrendezzük a pályaválasztási bőrzét. Általában október második, harmadik hetében egy pénteki napon szokott erre sor kerülni. Jelen pillanatban több mint 10 középiskola van itt, akik tájékoztatják a gyerekeket és természetesen a szülőket a választható szakmákról, illetve az érettségi megszerzéséről is beszélnek. Most jelen pillanatban itt az aulában a gimnáziumi képzéseket mutatjuk be, bent a tornateremben pedig a különböző szakmák képviselői mutatják meg magukat. A vendéglátóipartól kezdve a mezőgazdaságig, az egészségügyig és a rendvédelemig minden terület képviselteti magát, és a legtöbb esetben a gyerekek, illetve a tanárok révén bepillantást is nyerhetnek az érdeklődők a szakmákba, sőt, akár kóstolót is kaphatnak például egy vendéglátóipari iskolának a kínálatából. Felmérések szerint a résztvevők 42%-a az általános iskola után gimnáziumban szeretne tovább tanulni. 100-ból közel 50-en szeretnének szakmát szerezni. Én azt gondolom, hogy az érettségének még mindig nagy presztízse van a diákok és a szülők körében. A gimnáziumot, illetve szakközépiskolát nagyon sokan választanak. Szakképző iskolákat jelen pillanatban még nem olyan túl sokan. Természetesen emelkedő tendenciát mutat ez, de évről évre változik. Attól függ, milyen a gyerekek, az osztályok összetétele. A mi iskolánkban gimnázium működik, tehát mi természetesen afelé próbáljuk ösztönözni a gyerekeket, hogy az érettségit próbálják először megszerezni, és utána pedig ráérnek szakmát választani. Az intézmények igyekeznek megkönnyíteni a választást azzal, hogy minél több információval próbálják ellátni a bőrzére érkező tanulókat. A legnagyobb segítség az, hogy a lehetőségekkel megismertetjük a gyerekeket, ezért is jó például ez a pályaválasztási bőrze, hogy felkészülten döntsenek a gyerekek és a szülők. Menjenek el minél több pavilonhoz, akár látogassanak el minél több iskolába, és hogyha oda eljutnak, akkor betekintést nyerhetnek, hogy mennyire tetszik nekik az a szakma, az a képzés. Tehát én azt gondolom, hogy dönteni nekik kell, illetve a szülőknek kell. Nekünk a feladatunk, hogy ehhez a tájékoztatást megadjuk, és ezzel segítsük őket. A szülők véleménye még mindig a legfontosabb szempont a diákok döntésében, de egyre nagyobb a barátok ráhatása is a választás folyamatára. Aki veszél bátorságot és oda megy az iskolapultokhoz és beszélget, az már egy személyes kontaktussal kezdi azt, hogy már van egy megfogható tapasztalása az iskolával, és nem csak a hallottak alapján és a weboldalakon tud informálódni. És itt az a jó, nem tudom, hogy a többi iskolánál hogy van nálunk, lehet beszélni a leendő osztályfőnökkel és a legtöbb szakpedagógussal is. A szakma és iskola választás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező középiskolások átfogó információt kapnak a pályákról, foglalkozásokról, hiányszakmákról, munkaerőpiaci helyzetről. Nekem nagyon nagy segítség a gyerekeknek a bőrze 8-ban, amikor el kell dönteni, hogy merre tovább. Itt például nálunk találkozhatnak a leendő tanáraikkal, diákokkal, itt eljöttek segíteni nekünk a diákok is bemutatni az iskolát, úgyhogy érdeklődhetnek, tudunk válaszolni a kérdéseikre, hogy tudunk segítséget nyújtani nekik. Megismerhetik az iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá tájékozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetőségeiről és feltételeiről is. Kovács Ferenc kiállítása nyílt meg Bonyhádon. A tárlaton látható alkotásokkal a festőművész tanára a számára fontos helyszínekre és barátaira, szeretteire is emlékezik. Csak hol vagy lépni, kedvesem? Megnyílt Kovács Ferenc megyei Babics és Príma díjas festőművész tanár 93. kiállítása Bonyhádon. Az ember és a természet, ezt a címet választotta a művész, akinek festészetére hosszú pályafutása alatt a környező világ s benne az őt körülvevő természet és emberi kapcsolatai egyaránt hatással voltak. A tárlat visszaemlékezés a szülőföldre, a barátokra és szeretett feleségére. Bizonyos mértékig visszaemlékezem. Visszaemlékezem arra boldog gyermekkorra, ahol én éltem.
hát mondhatom, hogy 18 éves koromig a természeti környezetben éltem, vízben leszülettem, és az örök életemben meghatározza a tevékenységemet is. Sokfele jártam a világban, és hagytam, hogy a természet hasson rám. És mind érzelmileg, mind lelkileg én nagyon befogadtam. Hagytam, hogy a festészetemben is ez jelentkezzem. Azután emlékezem a barátaimra, azokra, akikkel 17 évig augusztus 20-a körül együtt töltöttük Badacsony-Tomajba az augusztus 20-ai ünnepeket helyesebben. Hát ott úgy volt, hogy a Sanyi barátom az Isten ilyen főzött, Tóth Laci barátom, aki a tanya volt, az meg Isten ilyen mosogatott, én meg festegettem. Tulajdonképpen egy emlékkiállítás lett belőle, mert a 2023-as év nem, hogy is igazán jól sikerült, hát életem legtragikusabb éve lett ez a 2023, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok a feleségemnek. Többek között e két világ, két kép, tájkép is egy emlék. Ez volt a Lienzi Dolomitokban az utolsó kettesbe töltött kirándulásunk. Majd a Dastein is, többször voltunk Dasteinben, de ketten csak egyszer, úgyhogy Hallstattot annak szántam. És van ott elől két virág, egy írisz és egy krizantém. Azzal is emlékezem a feleségemre. Akkor még nem tudtam, amikor elvállaltam a kiállítást, hogy krizantémot is ki kell majd raknom a falra. Kiraktam. A 87 éves festőművész új utakat is keres az alkotásban. Az utóbbi időben, ahogy rácsodálkoztam a legújabb képeimre, akkor észrevettem egy olyan különleges jelenséget, amit hamarabb nem. Ez volt az úgynevezett pareidólia. Ez azt jelenti, hogy látni a képen, vagy a kint, a természetben egy olyan jelenséget, ami nincs ott. És amikor a képeken ezt észrevettem, az tudat alatt jelentkezett mindig, és azt hagytam érvényesülni. De akkor, amikor ilyen nehéz pandémiás év volt, időszak volt, a feleségem meg fekvőbeteg, akkor hát nem nagyon tudtam festeni, mert padlásszoba a műtermem, és a feleségem mindig félt, hogy leessem a padlásrépcsőről. És akkor olyan traumás időszak volt. Nem működött a képzőművészeti köröm, amelyet hát idestóban már 1970 óta irányítottam. És akkor úgy döntöttem, hogy írok. Kézzel. Volt egy A4-es méretű, keményfedelű mappám, és abba elkezdtem írni az életem pozitív eseményeit, és az életem humorosabb oldalát. És azt hiszem, ez az írás úgy alakul, hogy A4-es méretben a 300. oldalnál tartok. És ez egy olyan jó terápia volt, hogy talán ennek a segítségével tudtam méltósággal elfogadni az elfogadhatatlant. És ezért lett tulajdonképpen egy emlékkiállítás ez, és valahogy egy gyógyír ez nekem a sok-sok trauma mellett.
Kovács Ferenc Nagy Dorogon kezdte tanári pályáját, majd Bonyhádra került. Keze alatt általános és középiskolások százai sajátították el az elméleti és technikai tudást. 68 éves művészetpedagógiai pályájának utolsó állomása a helyi művészeti kör vezetése volt. Ezt a feladatot tavaly adta át utódjának. 1972-ben Tolnom egy vezető rajz- és művészettörténet szakfelügyelője lettem, ami 34 évig tartott. Több száz tanítványom volt, de rengeteg. Tanítottam óraadóként a főiskolán Szekszárdon, tanítottam óraadónként az egyetemen, és az utolsó 5 évemet pedig itt a Bonyhádi gimnáziumban művészettörténetet. Hát ez egy csodás év volt, mert az alatt, az 5 év alatt, míg én itt tanítottam, több mint 60-an érettségiztek művészettörténetből. És ez egy nagy szám. És imádtam a pedagógiát, művészetpedagógiát, mert ez annyira csodás, és a gyerekek annyira szeretik, annyira szerették, hogy nekem az élet teljességét jelentette. Ez a kettő, hogy azt csinálhattam, hogy művészetpedagógia és festészet. Ez tulajdonképpen teljesítette azt, amit én fiatal koromban terveztem. Több pedagógus kolléga egy traumával fejezi be pedagógiai tevékenységet. Én valahogy úgy voltam, hogy amikor a gimista fakultációs osztály 2008-ban 4 osztályból tevődött össze a leánycsapat, 16-an voltak. Hát nyilván hozzám nem jöttek szerenádozni, mert 4 osztályból mind a 4 osztály oda nem jön, de másnap megjelent délelőtt 16 lány, és ott énekelt az udvarunkban. És valahogy én olyan nagy boldogsággal hagytam abba a tanórai pedagógiát. Olvastam én egyszer, hogy aki tudja, az csinálja. Aki nem tudja, az tanítja. Nos hát, akkor én azóta egész életemben tanultam, és tanulok most is. Kovács Ferenc festőművész tanár kiállítása hétköznapokon október 27-éig tekinthető meg a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Óvodás nyitónapot tartotta a Széchenyi István Általános Iskola. Az eseményt minden év október közepén rendezik meg. Az első osztályos tanulók korábbi óvónőikkel találkoznak ilyenkor, hogy megmutassák nekik, mekkora változáson mentek át az elmúlt időszakban. Első osztályos tanulók és korábbi óvónőik találkoztak a Bonyhádi Széchenyi István iskolában. Az eseményt minden év elején megtartja az intézmény. Ezen az alkalmon mindig megható érzés látni, ahogy egymást átölelik a kisdiákok és az óvónők, mondta Steiner Krisztián, intézményvezető. Amikor a foglalkozások, tanórák véget érnek, akkor egy ilyen szakmai beszélgetés szokta követni, így lesz ez most is, a munkaközösségvezetők irányítják majd a beszélgetést, és az óvónők is el tudják mondani, hogy mit tapasztalnak, mit látnak. Mi alapvetően arra törekszünk, hogy a lelkes óvodás gyerekek lelkesedése az megmaradjon, és minél tovább szeressenek iskolába járni. Szerintem ez a legfontosabb. Egy iskolának nem lehet fontosabb célja, mint hogy a tudásvágyat és az iskola iránti szeretetet megőrizzük minél hosszabb ideig. Az iskola nagy váltás az óvoda után, de a beilleszkedés általában könnyen megy a kisdiákoknak. A legfontosabb ebben az életkorban a szeretetet átadni nekik, mondta az intézményvezető. A játékosság oldaláról próbáljuk megközelíteni a tananyag átadását, és
Azt gondoljuk, hogy nem ilyen versenyhelyzeteket kell teremteni elsősorban, hanem meg kell hagyni azt a kötődést a gyerekekben, hogy szeressenek tanulni, hiszen minden gyerek várja az iskolát, így ezt az időszakot kell minél tovább elhúzni, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Elsősorban motivációval próbáljuk őket megfogni, tehát inkább piros pontok és egyéb jutalmazási eszközökkel élünk, tehát valamit azért csináljon meg, hogy kapjon valamit érte, és nem azért, mert esetleg büntetéstől fél. Ugye ezt mindenképpen elutasítjuk, ez a legfontosabb célunk, és remélem, hogy ez a gyerekeknél is működni fog. A pedagógusok minden év elején nagyon szívesen látogatnak el az iskolába, mondta Kapóné Kaposvári Erika, a Ficánka óvoda óvónője. Hát nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy az óvónénik visszalátogathatnak az iskolába, és úgy az a tapasztalat, hogy a gyerekek is nagy örömmel fogadják az óvodát, vagy a volt óvónéniüket. Örülünk, hogy betekintést láthatunk, hogy hol tartanak a gyerekek, milyen aktívak, mennyire tudtak átállni az óvodai életből az iskolai életbe. Egy órán voltam eddig csak bent, a gyerekek nagyon ügyesek, hozzák az óvodában át megismert szokások, hozzák az új ismereteket, amit itt tanultak már, próbálják alkalmazni, úgyhogy nagyon lelkesek az órán, aktívak, fegyelmezettek, és a tanítónéniktől eddig csak dicséretet hallottunk róluk. A Ponyhádi Széchenyi István iskolában gyermekhiány idén sem volt tapasztalható, a korábbi évekhez hasonló létszámmal kezdődött meg a szeptemberi tanítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!